Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Rendőrnőtől lopott a férfi. Az áldozat maga szerezte vissza az eltulajdonított kerékpárt. 6-szor megszúrtak egy hajléktalan férfit. Az eset miatt börtönre ítélte a bíró a támadót. Csaknem 150 gyerek mérettette meg magát Szekszárdon. Iskolai versenyeken remekelnek a diákok. Több elismerést is bezsebeltek az elmúlt időszakban. Rendőrnőtől lopott egy férfi Pakson. Az áldozat másnap maga szerezte vissza az eltulajdonított kerékpárt. A tolvaj akár több év börtönt is kaphat, mivel nem ez volt az első ilyen tette. Így néz ki az interneten felelhető fotók alapján a kerékpár, amit a tolvaj ellopott. Egy paksi lépcsőházból vitte el. Pehére viszont a kétkerekű egy helyi rendőrnőjé volt, aki később feljelentést tett, majd a másnapi járőrözés során egyszer csak meglátta a városban tőle néhány órával korábban eltulajdonított biciklit. A férfi igazoltatása során elmondta, hogy előző éjjel egy másik lépcsőházból egy átjárón keresztül jutott a lezárt lépcsőházba, és onnan tulajdonította el a kerékpárt. A saját ellopott kerékpárját megtaláló rendőrnő ezt követően arra kérte a tolvajt, ürítse ki a zsebeit. Ekkor viszont újabb érdekes dolog történt. A ruházatából előkerült egy mobiltelefon is, amiről kiderült, hogy azt körözik, mivel Szekszárdról ismeretlen tettes ellopta. A férfi a mobilról elmondta, hogy Szekszárdon a buszpályaudvar várótermében tartózkodott, ott szóba elegyedett egy másik férfival, aki ott töltötte a telefonját. Mikor a férfi rövid időre távozott a helyiségből, akkor ő a telefon zsebre tette és távozott, majd visszautazott Paksra. A most elfogott tolvaj ellen már eddig is folyamatban voltak nyomozások hasonló ügyek miatt, úgyhogy nem kizárt, hogy hamarosan börtönbe küldi a bíróság. Bejárták Tolnát Baranyát egy lopott autóval dombóvári fiatalok. A kocsit azért tudták elvinni, mert a sofőr benne hagyta a kulcsot. A járművel voltak Bonyhádon, de még Pécsen is. Végül egy rosszul bevett kanyarban a Szántóföldön ért véget a bűncselekménynek számító kaland. A 17 éves fiúkat végül megtalálták a rendőrök, nekik jármű önkényes elvétele miatt kell hamarosan felelniük. Az ukrajnai háborút minden józan számítás szerint nem lehet megnyerni, ezért is van szükség mihamarabbi tűzszünetre, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az Oroszország és Ukrajna között zajló konfliktussal kapcsolatban a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Hozzátette, ezt követően lehet elkezdeni a béketárgyalásokat, amelyek végén kiderül, hogy milyen béke születik. A kormányfő úgy fogalmazott, Oroszország nem tudja megnyerni a háborút, mert olyan mennyiségű fegyvert, energiát és pénzt mozgósít a Nyugat-Ukrajna mögé, hogy emberi számítások szerint valószínűtlen megnyerni egy ilyen erővel szemben egy nyílt katonai konfliktust. Hozzátette, ez fordítva is igaz, téved, aki azt gondolja, hogy Oroszországot, amely atomhatalom, meg lehet verni. Hát iszonyatos veszteségeket szenvedünk el, ha úgy tetszik mi mint emberiség. Ezért a józan álláspont az azt mondja, hogy tűzszünet. Még csak nem is azt mondja, hogy azon állapodjunk meg a békében, mert ahhoz, hogy béke legyen, először tárgyalni kell. Nagyon messze vannak az álláspontok arról, hogy milyen béke lehetne elfogadható az egyik vagy a másik fél számára. Nem vagyunk naívak, ezt mi is látjuk. Hát ezért kell tárgyalni. Talán majd hosszan is kell tárgyalni. Ezért a legfontosabb most nem arról, az én logikámban, nem az a legfontosabb, hogy arról beszéljünk, hogy milyen lesz majd az a béke, ami a béke tárgyalásokból kikerekedik. Azt majd meglátjuk. Most az volna a fontos, hogy tűzszünet legyen. Tehát a magyar pozíciónak a lényege egy minél hamarabb elérendő tűzszünet. 6-szor megszúrtak egy hajléktalan férfit Szekszárdon. Az eset még 2020-ban történt, de most született ítélet, ami alapján a támadóra börtön várna. Ő viszont felmentését fellebbezett. Innen a szekszárdi buszpályaudvartól nem messze történt a brutális támadás. A két elkövető együtt iszogatott, amikor egyikőjük apja haragosáról kezdtek beszélni. Elhatározták, hogy megleckésztetik a hajléktalan férfit. Egy fás bokros területen találtak rá, épp a sátrában aludt.
A másodrendű vádlott előbb ököllel és egy serpenyővel kezdte ütni-vágni az áldozatot, majd a társa kést rántott. Összesen 6-szor szúrta meg az otthontalan sértettet. A fején, a vállán és a hátán keletkeztek sérülések. Az ügyben most született bírósági ítélet. A szekszárdi törvényszék ítéletet hirdetett két vádlott ügyében. Az elsőrendű vádlottat életveszélyt okozó testi sértés büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 2 év 8 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. A serpenyővel támadó tettes ennél jobban járt, őt a bíró enyhébb bűncselekmény miatt ítélte el. A másodrendű vádlottat a vádtól eltérően nem életelleni bűncselekményben mondta ki bűnösnek, hanem garázdaság vétségében találta őt bűnösnek, ezért 40 nap elzárással sújtotta. Az ügynek viszont ezzel még nincs vége, mert az elsőrendű vádlott azt szeretné elérni, ha a másodfokon felmentené őt a bíróság. 2022. decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős non-profit szervezeteknél 581.900, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 400.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 18,1%, a nettó átlagkereset 18,7%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban, közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. Decemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete a közfoglalkoztatottak nélkül számolva 592.900 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 387.000 forintot ért el. A korábbi évekhez hasonló mértékben 11%-kal emelkedett 2022-ben a termőföld hektáronkénti átlagára, és ezzel átlépte a 2 millió forintos lélektani határt, írja az MTI. A termőföld hektáronkénti piaci átlagára 2022-ben 2,186 millió forintig emelkedett, az előző évi 1,969 millió forintról. A szántók átlagára 2,33 millió forintra nőtt, ami 11,1%-os emelkedés az előző évhez képest. A szántók haszonbérleti díja tavaly átlagosan 86.564 forint volt. A termőföldek piaci forgalma az előző évhez képest 27%-kal esett vissza, és mintegy 25%-kal csökkent az értékesített földterületek átlagos mérete is. A legmagasabb átlagár hektáronként 2,8 millió forint továbbra is Közép-Magyarországon volt, de 2 millió forint feletti átlagárak jellemezték az Alföldet, valamint a Közép-Dunántúlt is. A legalacsonyabb hektáronként 1,683 millió forint Észak-Magyarországon alakult ki. Az idén is nagy sikerrel zajlott le a Hollós László természetismereti versmondó verseny Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központ programján megközelítőleg 150 diák indult. A patak is megáll egy percre, a rügy kipattan, a szél tapsol, a fül is mesél, suttog alattan. Megtelt a Babits Mihály Kulturális Központ előadóterme, ugyanis ismét megrendezték a Hollós László természetismereti versmondó versenyt. Az indulók egy tetszőleges szerzeményt adhattak elő. Egyetlen kikötés volt, mégpedig, hogy az alkotásnak a környezet, az élővilág sokszínűségét, az ember és a természet kapcsolatát kell kifejeznie. A madárénekkel készültem, ilyen természetes vers, madarakról szól is. Ennyi. Miért pont ezt választottad? Azért, mert ez ilyen aranyos, meg ilyen, hogy is mondjam, aranyos, meg ilyen kifejezi azt, hogy ők hogy érezhetnek. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? A szavaló versenyt utoljára 2020-ban tudta megszervezni az intézmény, így nem is csoda, hogy ilyen népszerű volt a program, ugyanis megközelítőleg 150 kisdiák vett részt az eseményen. Ebben a 3 korcsoportban szinte valamennyi szekszárdi általános iskola, és nagy örömünkre a vármegye több településéről, ha jól emlékszem, 6-7 településre is érkeztek diákok, számos felkészítő tanára a szülővel, úgyhogy én azt gondolom, kiváló a hangulat, nagy az izgalom a gyermekek között, és ezzel is folytatni tudjuk
folytatjuk azt a tematikus gyermekeknek szóló versenysorozatunkat, amelyben rajzpályázatok, irodalmi művek, szavalóversenyek mellett most egy természetismereti szavalóverseny zajlik. A rendezvényt egyébként 2009-ben nevezték el a világhírű szekszedi természettudósról, mikológusról, Hollos Lászlóról. A szavaló verseny célja elsősorban a gyerekek természet szeretetére való nevelése és a környezettudatos szemlélet formálása. Szombaton tartja meg hagyományos téűző eseményét a kiszebábégetést a szekszádi fősővárosi kör. A programra szombaton a Remete kápolna előtti téren kerül sor. A terv szerint délután 13:30-kor gyújtják meg a bábot, amit előtte gyerekek a helyszínen tömhetnek meg szalmával. A résztvevőket környékbeli borászok italaival és zsíros kenyérrel várják a szervezők. A program teljesen ingyenesen látogatható, de adományokat szívesen fogadnak a fősővárosi kör tagjai. Nem csak tanulmányi, de sportversenyeken is remekelnek a Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák tanulói. Nemrégiben a szekszádi Ady Endre Technikum és kollégium diákjai értek el kiemelkedő eredményeket. Az elmúlt időszakban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és kollégium diákjai több versenyen is jeleskedtek. Wittmeier Alex a kinizsi közelharckupán ért el kiemelkedő eredményeket. A 150 fős megmérettetésen Alex a kor és súlycsoportjában harmadik helyezést ért el. Azt mondták nekem, hogyha egyetemre felvételizek, akkor ez így benne lesz, és hogy több pont, és így, igazából így ezért. Ami azért is lényeges, mert Alex majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szeretné a felsőoktatási tanulmányait elvégezni. Nem csak a küzdősportokban érnek el jó eredményeket a fiatalok, a labdajátékokban sem maradnak alul. A legutóbb kézilabdaversenyen voltunk, országos előtt, megyei Eloszton, és kijutottunk az országos döntőre, amit Pécsen fognak márciusban rendezni. Előtte röplabdán voltunk, Tolnán, megyei Eloszton. Ott is bejutottunk, másodikak lettünk. Azelőtt meg floorballon voltunk, ott meg az országos elődöntőig mentünk, amit Fanyódon rendeztek. Fontos, hogy a tanulóknak legyen lehetőségük különböző versenyeken indulni, mondja a testnevelő tanár. Nagyon-nagyon sok tanuló jár ebbe az iskolába, ugye, azért van úgymond merítési lehetőségünk, és úgy gondolom, hogy ha valaki esetleg a tanulásban nem tud úgy teljesíteni, az a sportban meg lehet tud, ami talán arra ösztönzi, hogy igenis jó ide járni, mert van olyan dolog, amiben sikert él el. Az oktató hozzátette, hogy a diákok itt nem állnak meg, ugyanis már lázasan készülnek a tavaszi fordulókra. Regionális híreink következnek. Életfogytig tartó büntetés is kiszabható. 28 személy ellen emeltek vádat kábítószerkereskedelem miatt. A népszámlálás eredményeire várnak. A pécsi horvát önkormányzat a fiatalokat szeretné megszólítani. Üstökös és bolygó együttállás. Érdemes volt az égboltot figyelni az elmúlt napokban. 20 év, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabhat a bíróság azon vádlottakkal szemben, akiket kábítószerkereskedelem miatt fogtak el a rendőrök. A Siklósi járási ügyészség 28 személy ellen emelt vádat az ügyben. Másfél évig folytatták illegális tevékenységüket, elfogásukkor pedig 10 kg kábítószer lefoglalására került sor, melynek piaci értéke közel 65 millió forint. Egy férfit bilincselnek meg ezen a felvételen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. Ellene és még 27 társával szemben emelt vádat a Siklósi Járási Ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelem büntette miatt. A vádirati tényállás szerint a több megyére kiterjedő kábítószerhálózat egymással párhuzamosan két értékesítési láncolatot is működtetett. Az egyik hálózat elsődlegesen amfetamint és kokaint, a másik marihuánát és extazit forgalmaz. A kábítószer hálózatnak az élén álló személyek voltak azok, akik a kábítószert különböző forrásból beszerezték, majd ezt követően ezt az alattuk elhelyezkedő dílereken keresztül, több megyén keresztül értékesítették. Itt többek között Baranya, Tolna, Fejér, illetőleg Pest vármegyében is sor került az értékesítésre. 2020 évtől kezdődően, mint egy másfél évig az elfogásukig a jelentős mennyiséget jelentős mértékben meghaladó kábítószert értékesítettek. Az elfogásukkor mintegy 10 kg-nyi kábítószer lefoglalására is sor került, ami 15 000 adagnak felel meg. Ennek piaci értéke közel 65 millió forint.
Az eljárás során 6 személlyel szemben a kereskedői magatartás miatt került sor a vádemelésre, közülük 4-en még továbbra is letartóztatásban vannak. A terhettek közül 2 személlyel az ügyészség egyességet is kötött. Az elkövetőknek a cselekménye a jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer kereskedelem büntetének a megállapítására alkalmas. Ennek a büntetési tétele 5 évtől 20 évig, illetőleg akár életfogytig terjedő szabadságvesztés is lehet. Az ügyészség indítványozta, hogy letöltendő, illetve felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki a bíróság azon vádlottakkal szemben, akik nem kötöttek egyességet. A hálózat vezetőjének büntetését illetően 10-15 év szabadságvesztésre tett indítványt az ügyészség. A pécsi horvát önkormányzat már az első nemzetiségi választások óta 1994-től működik. Tevékenysége főként a pécsi horvátokhoz kapcsolódik, de rendszeresen szerveznek olyan programokat is, amelyeken részt vesznek Baranya vármegye más horvátok lakta településének lakosai. Blazsetin István elnök stábunknak elmondta, céljuk, hogy azokhoz eljuthassanak, akik kevésbé vagy egyáltalán nem ismerik őket. A jövőben szeretnék még inkább megszólítani a horvátokat, köztük a fiatalokat is, hogy vállalják fel nemzetiségi hovatartozásukat. Becslések szerint a Magyarországon élő horvát nemzetiségűek létszáma 80-90 ezer fő, de ennek csak töredéke vallja magát ehhez a nemzetiséghez tartozónak. A pécsi horvát önkormányzat elnöke szerint a Baranya vármegye székhelyen is jóval több horvát él, mint az a 2011-es népszámlálás adataiból kiderült. Akkor 1900-an vallották magukat horvát nemzetiségűnek. Blazsetin István a 2022-es népszámlálás összesítésekor is közel hasonló adatokra számít. Sajnos a városokban elég nehéz eljutni a horvát nemzetiségű lakosokhoz. A kisebb településeken, a falvakban különösen ugye mindenki ismer mindenkit, mindenki tudja, hogy ki az, akit meg kell szólítani, kihez kell elmenni, kinek tudunk segítséget felajánlani. Pécsete sokkal nehezebb. Van természetesen egy kör, aki ismer minket, tudja, hogy mit csinálunk. Nekünk azért fontos talán egy-egy ilyen megszólalás is, hogy a médián keresztül olyan helyre is eljussunk, ahol esetleg, vagy azokhoz is, akik esetleg nem tudnak rólunk. Az 1994 óta működő pécsi horvát önkormányzat tevékenysége főként a pécsi horvátokhoz kapcsolódik, de rendszeresen szerveznek olyan programokat is, melyeken részt vesznek Baranya vármegye más horvátok lakta településének lakosai. Blazsetin István elnök hozzátette, a cél, hogy azokhoz is eljussanak, akik kevésbé vagy egyáltalán nem ismerik őket. A jövőben szeretnék még inkább megszólítani a horvátokat, köztük is a fiatalokat, hogy vállalják fel nemzetiségi hovatartozásukat. Mindig is érdekelte az embereket az égbolt. Mind a csillagok állásának, mind a különböző időjárási viszonyoknak nagy figyelmet szenteltek. A napokban a csillagászat és meteorológia iránt érdeklődők is megtalálhatják az érdeklődési körüknek megfelelőt. Izgalmasan indult csillagászati szempontból a 2023-as év. Épp hogy távolodni kezdett tőlünk a mindenki által zöld üstökösnek nevezett égitest. Február 22-én ismét mindenki az eget figyelte. Szerda este 6 óra után ugyanis a 8%-os megvilágítású holdcsallót fogta közre a Jupiter és a Vénusz. Utóbbi, azaz az esthajnal csillag közel 20-szor fényesebb volt, mint az égbolt naputáni legfényesebb csillaga a Sirius. A Jupiter pedig a tavaly őszi föld közelsége után még mindig meghatározó fényességgel uralta az esti égboltot. A csillagok iránti érdeklődés egykorú az emberiséggel. Mindenki figyelte a hulló csillagokat. Hát a hulló csillagokból jósultak. Jó, nem kellett jósulni. Ha valakinek azt mondták, leesett a csillag, akkor körükölött nézni majdnem, hogy a családba, vagy a távolabbi, vagy a falun belül, azt mondták, akkor egy jó lélek eltávozott. De ugyanakkor nagyon sokszor ennek volt a másik példája is, mert azt mondták, hogy a hulló csillaggal jön a szerelem is. A csillag pedig megmutatta, merről és melyik faluból érkezik a kérő, folytatta Búrján István. De nem csak az éjszakai égbolt érdekelte mindig is az embereket, hanem a különböző időjárási események is. Tehát ha azt mondták, hogy vörös az ég alja, ugye ez is szintén a légköri viszonyoknak köszönhetően,
az nem jelentett soha jót, az háborút, rosszat, égi háborút, ami veszélyeztette volna a vetést. És ezért a falusi ember mindent a vetésnek rendelt alá. Az időjárás iránt érdeklődőknek sem kell aggódniuk a napokban, a meteorológusok szerint ugyanis már csak szombatig marad a tavaszias idő, vasárnap akár havazásra is lehet majd számítani. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Rendőrnőtől lopott a férfi, az áldozat maga szerezte vissza az eltulajdonított kerékpárt. 6-szor megszúrtak egy hajléktalan férfit, az eset miatt börtönre ítélte a bíró a támadót. Csaknem 150 gyerek mérettette meg magát Szekszárdon. Iskolai versenyeken remekelnek a diákok, több elismerést is bezsebeltek az elmúlt időszakban. Szombaton erőteljes hidegfront érkezik fölénk, erős, néha viharos szél fúj majd. Vasárnap is erősen felhős, borongos, hideg idő várható, szorványosan kisebb, vegyes halmazállapotú csapadékkal. Hétfőn már napos felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!